Szeretem ezt csinálni, mert élő dolog, mert látom, ahogy növekszik előttem a munkám gyümölcse. Ezekkel a mondatokkal magyarázza Mester Zsuzsanna a mezőgazdasághoz fűződő szeretetét. Szalmarakás, górézás, a disznók, bikák, tyúkok etetése. Zsuzsanna nőként is megállja helyét a nehéz fizikai munkákban. Ha kell, disznót fialtat, vagy a majdnem 30 éves traktorokkal járja a földeket. Ezek megfelelnek nekünk, én nem vagyok semmi különlegesre, de azért kell rájuk költeni időről időre. Tehát felújítani, megjavítani, stb. Fejlődni persze ő is szeretne, jelenleg a legfontosabb a megművelhető földterületek növelése lenne. Ahhoz pedig legalább 6000 euróra lenne szüksége. Van egy 16 éves fiam, aki mezőgazdasági középiskolába jár, és mivel a birtokokat azt állandóan bővíteni kell, így hát földvásárlásra kellene hitelt igényelnem, vagy pályázatot megkapnom. Erre most lehetősége is van, hiszen Szabadka Város mezőgazdaság fejlesztési alapja pályázatot hirdet, akár 1 millió dinárt is elnyerhet hitel formájában. A kölcsön futamideje 4 év, az éves kamatláb 2%, a türelmi idő pedig 1 év. A kölcsönpályázati alap összesen 16 millió dinár. Eddig meg volt határozva, hogy fólia sátrak, vagy valami más céleszköz, gépvásárlás, tehát más. Most nagyon sokan érdeklednek, akár földvásárlási támogatásra, genetika, tehát állatállomány javítása céljából szeretnének kölcsönöket. Az érdeklődők a Szabadkai Paraszt Egyesület irodájában kaphatnak segítséget a pályázat megírásában, kitöltésében.